Deák téren jöttünk a Hiltonból, ugyanis egy nagyon jó fotózáson vettem részt, szuper karácsonyi és szilveszteri képeket készítettünk. Most viszont egy pöpetkéseket találkozomról, ahol is Csengével és Tonnal fogok találkozni, és az volt az ötletünk, hogy menjünk korcsolyázni. Nos, ez nem így sül el, mert nincs nyitva a korcsolyapálya. Nagyon boldogok vagyunk. Végül is valami más fogunk csinálni, azt, hogy mit, azt még nem tudjuk. És most éppen a telefonommal kamerázok, mert hogy ez most egy nagyon egyszerű megoldás. Úgyhogy találkozunk most Tonnal és Csengével. Who's this my boy? Hey girl, you like me a little bit? I don't even like you a little bit. Come on girl, you like me a little bit. Not even a little bit. Köszönjük a koncertet. You're welcome. Sziasztok. Én azt látom, hogy csinálok majd egyszer egy koncertet, amiben ingyenes a belépő, viszont kimenni, tehát azért, hogy kimenj, fizetned kell. Szerintem nagyon sokat keresnék. Tiszta marketing fogás. Ugye? Nagyon kreatív. Hello. Cégek, hit mi a? Ah, Laura, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Nos, amint már láthattátok, Tonnal voltunk Hullámbárban, meg most beültünk kávézni, és várjuk Csengét. Csengen nagyon hiányolunk, úgyhogy már igazán jöhetnél, itt kerestünk helyet is, úgyhogy nagyon várunk, és közben... Lehet ez a vlog cím, hogy Searching for Csenge. Waiting for Csenge. Ez egy empty. Nagyon kis fes vagy egyébként. Nagyon kiírtam hozzá. Köszönöm. Közben megláttam, hogy van egy fa a kirakatba, és azon gondolkoztam, hogy bejön azt, hogy rakták oda. És elmondtam MC-nek, hogy karácsony varázslatos, nem kell ilyeneken gondolkodni. Arról a fáról van szó, és nagyon érdekel, hogy került oda. Valószínűleg létrával feltették, de engem azért nagyon érdekelne a háttérsztoriá, úgyhogy erre iszunk. Hogy éppen a bazilikában vagyunk, és sétálunk fel a kilátóhoz, ehhez a panoráma dologhoz. Nekem is az mindegyben mindig szépen egyébként. Szépesen! Tom meghívott minket egy kilátásra, csak úgy mondom, hogy nagyon cuki ez a fiú. Nos, megyünk fel, hogy közös képet csináljunk. Csenge is megérkezett már, amint láthattátok. Jókat beszélgettünk, és most sétálunk fel. Wow! Most eljöttünk, hogy kivégezzenek. És most akartam elkezdeni. Kiléptem a liftből, és így biztos jó helyre jöttünk, de úgy tűnik, hogy igen. Csak egy kicsit creepy. No problem, no problem. Blogger kisasszony. Nagyon cuki. Én nem is gondoltam, hogy ez ilyen szép lesz. Úristen. Itt parázatlan. Pedig magyar vagyok, de na. Jó, itt nagyon jó kép lett. Nagyon várom. Ezt nem kap, ne? Ez nagyon szép. A lényeg, hogy gyönyörű a kilátást, csináltunk képeket is, ami biztos meg kimegy Instára, és nagyon szép a kilátás. Én amúgy itt fent még nem is voltam, úgyhogy amúgy tökre tetszik. Ja, csak nem vetted a fényért, ne haragudj. 11% anyag gyerekek, ilyen ritkán van. Mármint a kamerádra gondoltam, telefonnál nem vlogolnak. Ja, nem. Nem, soha. Nem. De viszont nekem lefagyott a kezem, Tonnak a lába, úgyhogy... Mindenem, és már nem tudom, hogy minál álljak. Ilyen... Nem tudom mozgatni az ujjaimat. Igen, bemelegszünk valahogy. Be
eljöttünk kajálni egy kicsit, egy gyors étterembe, hova máshova, de ez most tök jó lesz, és eszünk egy kicsit. Szóval itt vagyunk a tezenis átadáson, és nyertes, és megkaptál a csomagját is, úgyhogy remélem, hogy nagyon örülsz. Igen, nagyon örülök. És kíváncsian várom, hogy mi van benne, mert egyébként én sem tudom pontosan, szóval még nekem is meglepetés, de... Valami piros dolgok, jól nézünk ki. Tudunk belőle, kitok a többi. Jászmin is itt van! Elemúzíztok! Már hazaérkeztem, hogy láttátok az utolsó kis videó részletet, amit még egy próbafülkében vettem fel. A tezen részből nem mentem el egyből, ugyanis megragadt a szemem egy sötét szürke ruhán, ami nagyon tetszett, és az az érdekes, hogy anyukámnak is ilyenje van, csak feketébe, és nagyon szereti, mert jó puha és meleg, és én nagyon szeretem a szürke színt, főleg az elmúlt időkben, úgyhogy végül megvettem ezt a ruhát, és nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy azt láthattátok rajtam, és nekem nagyon tetszik, hogy ilyen sötét szürke színe van, szerintem jó sokszor fogom viselni, és nagyon tetszik ez a denevér ujjas megoldása is. Viszont még ugye nem köszönök el, mert még megyünk valahova. A háttérsztori, vagyis nem a háttérsztori, hanem az alternatív sztori az az, hogy anyukámnak megyünk ajándékot venni, de igazából nem. Egyrészt minden ajándék meg van neki, kettő igazából csak a tesómat akarjuk meglepni apukámmal, úgyhogy hárman fogunk elmenni mozizni. Megnézzük a Transformers-et. Anyukám pedig itthon marad, hogy hiteles legyen, ő nem nézte volna meg a filmet, úgyhogy ő marad. Addig is elmondom, hogy képzeljétek el, már túl vagyok ezen az osztálykarácsonyos dolgom, és Instagramon kitettem nektek, hogy képzeljétek el, kaptam egy mamuszt. Nézzétek meg, milyen cuki! Nagyon-nagyon puha mamusz, ami vagy igazából nem is mamusz ez, hanem konkrétan zokni, de hogy az egész annyira puha, hogy ez valami hihetetlen. Úgyhogy csak gondoltam, hogy megmutatom, és a másik dolog, amit kaptam, az pedig egy nagyon szép ékszeres doboz, várjátok. Ez volt az eredeti ékszeres dobozom, de a barátnőmtől megkaptam ezt, ahogy a kis zoknit is, és már felavattam és mindenféle beletettem, amit általában szoktam. Igazából csak meg szerettem volna nektek mutatni, hogy mit kaptam az osztálykarácsonyon, ezen kívül még kaptam nagyon finom csokikat is, úgyhogy köszi szépen, hogyha bárki is nézi. Megpróbálják az űrgombát megint. Igen. Jelentem, vége lett a filmnek, és nekem egyébként nagyon tetszett. Tesóm nagyon szereti a Transformers-et, és most eljöttünk megnézni ugye az űrdongót. Hallhattátok, hogy annyira nem lepődött meg, mert véletlenül elszóltam magam a kocsiba, hogy nem hoztam magammal a diákomat, és lehet, hogy ezért is, de azt mondta, hogy ő alapjáraton is tudta, hogy erre fogunk jönni. Lényeg a lényeg, hogy nagyon jó volt a film, én élveztem, és ajánlom nektek is, hogyha szeretitek az ilyesmiket, meg az autókat. Most hazajöttünk, és szerintem még egy kicsit videót fogok vágni. Remélhetőleg holnap ez nektek ki is fog menni. És lényegében a mai napom nagyon jó volt. Jó volt a hirtelenes fotózásom is, amiről hamarosan láthatok újabb képeket. Ezen kívül nagyon jó volt Tonnal és Csengével is lenni, és a filmezés is nagyon jó volt. Egész nap jártam ide-oda, de nagyon jól éreztem magam. Most pedig itthon vagyok, egy kicsit videót vágjak, még lehet eszek valamit, meg iszok, meg minden. Itt van Picur is. Hello! Szia! Megszakadod? És gondolom már ti is feltisztítettétek a karácsonyfátokat, vagy hogyha nem, én megmutatom a miénket. Szóval itt van most, ide tettük a fát, és nagyon szép meg minden. Szerintem gyönyörű szép lett, az lett a lényege, hogy ilyen aranyosabb és fehéresebb legyen. Szerintem nagyon jól sikerült, és tényleg gyönyörű szép, úgyhogy alig várom már a karácsony, biztos, hogy ti is. Veletem megosztom veletek, hogy ilyen lett a karácsonyfánk, és nekem nagyon tetszik, szóval... Mindenkit puszilok, köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videómat, és remélem, hogy tetszett, és még találkozunk.
Ciao, srácok! Itt vagyunk most már Tonnal. Hova mész? Hát nem, erre megyünk? Merre megyünk? Jöde! Hello, guys! Beszálltunk a liftben, elkezdem mondani, és majd szólom, hogy így folynak a blogok. Igen, ennyire ez a valóság. Csenge is a való élet. Való világ, tessék.